Na, sziasztok, új nap, még ki sem hűlt a kávé, és már is új akkordot tanulunk, mert tegnap volt a napja, a nagy napja az új akkordtanulásnak, ami a hámol. És most pedig a H7, ami szintén négy újas akkord. Csak itt viszonylag sűrűn vannak az újak. Hát nézzük meg, hogy mit tudom például D-ből. D-durból fölváltani. Aztán nézzük meg, hogy a tegnap tanultból, H-molból váltani. Hoppá! Most csak kihagyott az agyam, de amúgy megy ez. Aztán A-molból váltani, aztán E-moll. Mi van még? Innen leváltani. Léptessünk most a H7-et meg a H-mollt. Kezdjük a H7-ről, hogy onnan indítjuk. És akkor H-moll. H7 megint H-moll, megint H7, H7. Igen, a kettő között egy picit azért nehéz, nagyon nehéznek nekem nem mondanám, de leginkább szerintem a gitár tehet róla, mert nagyon kis kényelmes gitárom van. A csukló mozdulat. Tehát ha megnézitek, talán az a nehéz kicsit, hogy fordítani kell a csuklón. Tehát így eléggé laposan, lapos csuklóból nyomom a H-molt. És itt már be kell hajlítanom a csuklómat. És érzem is. Egyébként így, tehát ez a nehézség benne, nekem elsőre. De mint a hangzással nagyon egyformák lennének ezek. Hát... Na, amikor elkezdek sikamika, illetve még csak lehúzni, akkor azért már lehet hallani a különbséget. De így... Így annyira nem hallottam. Jó, hát ez a mai feladat, ez kell még tovább gyakorolni, de így elsőre azt kell mondjam, hogy meg vagyok elégedve magammal, illetve hát nem is büszkeségből gondolom, hanem inkább csak, mint én megjegyezném, hogy mikor tanultam a legnehezebb akkor nekem a mai napig már nem, de mikor tanultam, emlékszem rá, hogy az új akkordok tanulását figyelembe véve, nekem a legnehezebb az a C-dur volt. Ott jött belőször az, hogy nem hatot pengetünk, nem hat hurt, tehát a jobb kezel pengetős kéznél is, hogy már a váron indítjuk, de valahogy nagyon nehéz volt nekem megtalálni ezeket a húrokat, és kicsit fájt és sajgott is a kezem. Igaz, hogy az szélesebb klasszikus gitárnyak volt, de hát még nagyon az elején voltam a tanulmányaimnak, tavaly ilyenkor, vagy még hamarabb, több mint egy éve volt ez már. Úgyhogy ez a H7 meg a H-moll, a tenapi meg a mai tapasztalatot tekintve, első benyomást tekintve, szerelem lesz. Mint az összes többi. Nem érzem benne, hogy annyira nehezek lennének, de majd nyilván a dalok közben, mikor figyelned kell az énekre is, meg hát a többi-többi akkordra, majd akkor derül ki, hogy mennyire is nehéz. Nyilván nem könnyű, mert négy új, de ahhoz képest, amiket lehetett olvasni róla, akár a Facebookos fórumunkon is, ahhoz képest megmondom őszintén, hogy nekem nem tűnik nehéznek. De majd a jövő megmondja, hogy csak a szám nagy, vagy valóban H7-re és H-molra születtem, így 42 évesen, majd kiderül. Köszönöm, sziasztok!
A legközelebb talán jövök a reptérrel, amikor már bevonjuk ezt a két akkordot a buliba. Hú, de utálom azt a repteret.